Köszöntöm Mozaik című adásunk nézőit. Kirándulás a képzelet határtalan világában, röviden így lehetne jellemezni Helgruber Harriet és Erdély Gábor Gabó alkotó művészek közös kiállítását. A soproni művész házaspárnak a város egyik legszebb kiállítóhelyén, a Munkácsi teremben nyílt közös tárlata a soproni ünnepi hetek rendezvényeként, amelyet óriási érdeklődés övezett. A kiállításnak egyébként elképesztő ereje van, szerintem kár lenne kihagyni. Köszöntöm a stúdióban a két alkotóművészt, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és tegeződünk, mert hogy régóta ismerjük már egymást. Hozzátok fordulok, de nem szeretném eldönteni, melyikötök beszél először. Minden esetre én kíváncsi lennék, hogy mi a története ennek a tárlatnak, milyen hosszú tervezési időszakra, vágyra, elképzelésre tekint vissza. Köszönjük szépen a meghívást, és üdvözöljük a kedves nézőket. A kérdésedre válaszolva pedig a rövid verziója a dolognak az, hogy a tavalyi budapesti kiállítás azért adott egy komoly löketet ennek, hogy Sopronban is egy ilyen rendezvényt próbáljunk tető alá hozni, és hát egyrészt sikerült, köszönjük mindenkinek a támogatást, másrészt pedig nagyjából november közepe óta dolgozunk, tehát nem csak a magának a rendezvénynek a logisztikai dolgain, hanem az új alkotásoknak az elkészítésén is. Ezt is csak egy pár, tehát ez a fél év is csak egy pár nap szabad nappal telt el. Úgyhogy elfáradtunk egy kicsit. Elfáradtatok, de azt gondolom, hogy örül is a lelketek, ugye, mert hogy elképesztőek a visszajelzések és a reakciók. Persze, mindenképp megérte a sok munka és fáradozás. Meg hát nekünk is ugye nagyon jó így látni egy ekkora térben majdnem az összes művünket így egyszerre. Szerintem a nézőknek most mutatunk egy kis ízelítőt, hogy lássák, hogy ebben a térben az alkotásaitok hogyan is jelennek meg, mégpedig most egyelőre hát így vegyesen láthatják a kettőtöknek a munkáját. És ha már kimondtam ezt a szót, hogy kettőtöknek a munkáját, Gabó, te hogy látod, hogy mennyire alkot egységet kettőtök munkája, vagy mennyire jól elkülöníthető, ami aztán egységet alkot? Hát most fogalmaztad meg pont tökéletesen, mert élesen elkülöníthető, de mégiscsak egységet alkot. Ezért is adtuk, hát idézőjelben címnek, mert ugye nincs semmi írott címe a kiállításnak, csak van egy nap, meg egy hold. Tehát ez a két dolog így passzol össze a kettőnk művészete, mint az éjszaka meg a nappal. És akkor mi ezzel próbáltuk ezt a dolgot így kifejezni, hogy nem kiírtuk, hanem két szimbólummal jelöltük. Tehát egy nagyon szép egységet alkottok, azt gondolom, hogy inspiráljátok is egymás munkáját és egymást, ugye? Persze, mindenképp. Hát szoktunk együtt ötletelgetni, de persze általában két külön szobában alkotunk. Talán még nem is volt olyan, hogy egyszerre egy légtérben. Úgyhogy mindenkinek így megvan a kis világa. Utána megbeszéljük, hol lehetne változtatni, javítani, úgyhogy mindenképp nekem nagyon inspiráló Gabó munkája. És akkor mikor mutatjátok meg egymásnak a műveket, mondjuk folyamatában, ahogy készül folyamatában, egy alkotás? Igen, folyamatában, és akkor együtt találjuk ki általában, hogy hogyan tovább. Ez nagyon érdekes folyamat, hogy ilyenkor csak dicsérő szavak hangzanak el, és mondjuk előrevívő dolgok, vagy esetleg mondtok egymásnak akár olyan kritikát, ami a másikat egy kicsit akár le is úszhatja. Igen, szokott lenni építő kritika, tehát ezt mindenképp így jó kedvel, és hát vidáman kell ezt is értelmezni, és általában én mindig megfogadom a tanácsát, és aszerint haladok tovább. Gabó, te megfogod? Persze, pont ugyanígy csinál. Muszáj, hogy építő jellegű kritika legyen, mert hát az ember csak dicséretet kap, jaj, de szép, jaj, de jó, tehát abból nem jó érzés, de nem jut előre. Hát egymással kell annyira őszintének lennünk, hogyha főleg, ha segíteni akarjuk egymás művészetét, hogy oda-vissza kell ennek jól működnie. És hát egy friss szem, ugye órákat töltesz egy művel, ezután már egy aránylag kis hibát is el tudsz fogadni. Most ránéz egy másik művész, és akkor mondja, hogy azt
a pontot ott talán egy picit másképp kellene. Ez nagyon jó dolog, úgyhogy mi így egymás műveit segítünk csiszolgatni. Lehet egyáltalán egy műalkotásban, egy műben hiba? Itt most főképpen a technológiára gondolok, tehát hogy azt a sarkot egy kicsit jobban bevilágíthatná a fény, vagy oda még tegyünk egy kis feketét, hogy tömörebb legyen az árnyék. Ilyesmiről ezek inkább technikai dolgok, ha nem a témákkal kapcsolatosak, hanem a vizuális megjelenésével a műnek. Vagy hogyha mondjuk egy szobrot csinálok, akkor Henny mondja, hogy oda talán még jól jönne egy kis textúra, mert ott még egy picit olyan üres, és akkor megfogadom én is az ő tanácsát, és akkor ez így, mondom, szépen oda-vissza működik, ahogy... Ja, és működik. Nagyon-nagyon készültetek erre a kiállításra, és ilyenkor az emberben azért elég nagy talán a megfelelési vágy, és sok-sok kérdőjel van. Mennyire volt nehéz a válogatás folyamata, amikor a saját műveitökből válogattatok, hiszen elhangzott, hogy újakat is hoztatok, de nem csak újakat. Hát én régebben elég sok klasszikus festményt készítettem. Azokat mindenképpen szerettem volna bemutatni, meg hát ami ugye november óta készült gőzerővel, az újakat, azok is, úgyhogy ezekkel szinte teljesen így meg is telt így az én felem, vagy hát az én helyem, amire így volt lehetőség. Meg ugye a hely adottságából adódóan is oda az oszlopok közé, oda mindenképp ugye ilyen 2 méter szélesek passzoltak, úgyhogy egyértelmű volt, hogy oda azt a 3 hatalmas festményt fogjuk így kiállítani. Mi is volt a kérdés? A válogatási szempontok, tehát az új műveken kívül, ugye a régebbiek. Nehéz volt a válogatás, vagy pofon egyszerű? Abból a szempontból volt nehéz, hogy bár ez a kiállítóterem hatalmas és gyönyörű, de a képeink mennyisége, tehát nem fér el. Ja, jó, inkább, több, igen. Tehát egy kicsit szívfájdalmam volt, hogy néhány képet, amit amúgy elhoztunk, hogy azokat visszacsomagoltuk, mert az már túl zsúfolt lett volna egész egyszerűen. Majd talán egy másik kiállításon be tudjuk azokat is mutatni. Beszélgessünk a szobrokról, mert hogy nagyon-nagyon különleges alkotások. Hogyan is készülnek ezek a szobrok, és hogyan köszöntöttek be az életedbe, mikor? Ó, hát én még a gimnázium után tanultam kerámikusnak, és akkor már ott a kerámikus műhelyben agyag szobrokkal próbálkoztam, hát több-kevesebb sikerrel, de aztán ezt így a pályafutásom során nem hagytam el, hanem valahogy egy kicsit visszatért, miután már nagyon sok képet festettem, akkor a 2 dimenzióból valahogy ki akartam lépni a 3-ba, és akkor talán ez adta a kezdőlökést ahhoz, hogy szobroknak álljak neki. A technikájukat tekintve drótváz, vagyis jobban mondva ez egy könnyű mag, amin van egy drótváz, és akkor erre hordok fel egy műanyag alapú agyagot sok rétegbe, ami kikeményedik, és akkor utána ezt még lehet csiszolni, vágni, égetni, vagy pedig pórus betonból faragom őket, bár az egy kicsit kevésbé szeretem, de azok a fehér szobrok, azok pórus betonból vannak faragva. Tehát azért ezek fizikai munkát is igényelnek abszolút. Rendesen fizikai munka. Aha. Mi az, amiből inspirálódtok? Érdekelne, hogy tulajdonképpen, mivel az alkotás folyamatos az életetekben, fel is kell töltődni, bármiből szerezni olyan inspirációt, amikor úgy érzitek, hogy most megmutatnátok magatokból valamit a képzőművészeten keresztül? Hát nekem ez általában egy könnyen szokott jönni, mert nekiállok valahogy valamilyen alapanyaggal, és akkor hát szinte ilyen önkívületi állapotban, úgyhogy az egész konyha totál rumli, szét van pakolva, minden csiszolópapír, mindenen ilyen finom lisztszerű por, tényleg, úgyhogy aztán egyszer csak így elkészül, amire így általában a végén én is rá szoktam csodálkozni, hogy fú, hát ezt én csináltam, el se hiszem. Ez az igazi flow élmény egyébként.
És tényleg így a készítés folyamata a számomra sokkal nagyobb élvezetet nyújt legtöbbször, mint így a készmű. Hát nyilván annak is örülök, de a folyamat az, ami így örömet okoz. Gabó, téged mi az, ami inspirál arra készített, hogy alkossál? Inspirálódni bármiből lehet, ahhoz csak nyitott szem kell. Lehet a természet, egy könyv, egy jó zene, egy másik személy, egy másik művész, egy álom. Tehát igazándiból az inspiráció az körülöttünk kering a levegőbe, ezt csak észre kell venni és hasznosítani kell tudni. És mennyire változóak a témáitok? Vagy esetleg, mert ugye vannak alkotók, akik tulajdonképpen ugyanazt a témát és ugyanazt a néhány témát idézőjelbe téve táncolják körbe, tehát mindig az foglalkoztatja őket, de számtalan módon megközelítik. Vannak alkotók, akik mindig más-más témákat keresnek. Ti, lehet, hogy ez rossz szó, hogy hova soroljátok be magatokat, de mégis, hogyha kellene. Én gyakran sorozatokba gondolkodom, tehát hogy egy alkotáson belül nem valószínű, hogy teljesen ki tudom bontani azt a gondolatsort, ami felmerült, de mire mondjuk csinálok belőle 4-5-öt, addigra nagyjából körbejártam a dolgot, és akkor jöhet egy új téma. Én mindig mást szeretek alkotni, szóval ha csak így egy témát kéne, az szerintem nekem nem menne. És nem is érezném jól magam tőle. Úgyhogy én itt mindent szeretnék kipróbálni. Tényleg most jó, hogy egyszer festek házat, vagy épületet, egyszer állatot, egyszer növényeket, egyszer makró felvételt. És ékszereket készítesz? Ja, ékszereket is készítek, sejemkendőket festek, szobrokat is készítek, úgyhogy tényleg így mindent szerettem, hogy ilyen univerzális vagyok. Ilyen hobbi téren. És ne menjünk el azért amellett, hogy Gabó, téged tetováló művészként ismernek nagyon sokan, ugye a másik oldalt, ha lehet ezt mondani. A kettő dolog, tehát ugye a képzőművészet, tetováló művészet, milyen viszonyban van egymással, mennyire egészíti ki egymást? Ez biztos sokan megkérdezték, rengetegen. Számodra biztos, hogy evidens, meg egyértelmű, de azért a kívülállók számára ez egy nagyon érdekes együttállás. Hát az is a művészetemből táplálkozik, tehát lényegében a kapcsolat abszolút szuperszoros a kettő között, de van is egy ilyen technikai oda-vissza hatás a tetoválás és a festés között. A tetoválásban az a jó, hogy az ugye másoknak a kéréseit hajtom végre. Mások kéréseit teljesítem, és gyakran kell olyan dolgokat rajzolnom, amit amúgy nem feltétlenül jutna eszembe soha, hogy magamnak, a saját kedvtelésemre ezt rajzoljam. Viszont ha már megrajzoltam egyszer azt a témát is, akkor az bekerül a kis technikai repertoáromba, és az továbbfejleszti a szakmai tudásomat a festészetben is, és fordítva ugyanígy. Amúgy is azt gondolom a tetoválásról, hogy az akkor szép, hogyha festményszerű. Persze rengetegféle stílus van, mindegyiknek megvan a maga szépsége, de számomra a festményszerű tetkók a legszebbek, úgyhogy abszolút van átjárás a két dolog között. Azt gondolom, hogy ennek a beszélgetésnek sajnos lassan a végére érünk, és még annyi, de annyi érdekes kérdés lenne hozzátok, ahol az ember kicsit talán közelebb juthatna a ti világotokhoz, de ehelyett mindenkinek azt javaslom, aki teheti, hogy július 6-án látogasson el a Munkácsi terembe, természetesen addig is folyamatosan, mert hogy 16 órakor lehet veletek találkozni, és akkor itt személyesen is meséltek majd, ha jól tudom. Igen, szeretettel várunk mindenkit. Ja, egy ilyen közös tárlatvezetésen, és akkor ott egy picit ilyen kötetlen hangvételbe lehet a festményekről kérdezni is, és akkor mi is elmondjuk, hogy mit gondolt a művész. Miközben készítette. Amiről nem beszélgettünk, természetesen nem szeretnék kiemelni senkit, de azt gondolom, hogy ez a kiállítás tárlat nem nagyon jöhetett volna létre, hogyha nincsenek mögöttetek olyan támogatók, bíztatók, akik tényleg szorosan mögöttetek állnak. Mindenképpen nagyon
sokat hozzátettek ők ahhoz, hogy ez a rendezvény létrejöhessen, úgyhogy külön köszönetünk számukra. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Köszönjük! Köszönjük a meghívást! Kedves nézőink, tehát aki teheti, július 7-ig feltétlenül látogasson el a Munkácsi terembe. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!